Itt vagyunk a független diák parlament tüntetésén, ami a nyelvvizsga törvény bevezetése ellen szól. Megkérdezzük a résztvevőket és a politikusokat, hogy miért jöttek ki, és mit várnak ettől az egésztől. Ugye ez már januárban kezdődött, hogy a diák parlament megkeresett minket, és rögtön úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos ügy. Illetve még azelőtt már a Jobbik is elkezdte egyszer, és már amellé is odaálltunk, csak akkor jöttek a diák tüntetések. Szóval igazából nem volt kérdés. Rengeteg olyan tagunk van, akit érint ez a probléma, mert ugye a 10X az jószerivel inkább középiskolásokból áll. Tehát, hogy gyakorlatilag érint minket a probléma, egyértelmű, hogy itt kell legyünk, kérték, jövünk, tehát, hogy nem is kérdés. Miért tartottátok fontosnak, hogy szervezetileg jöjjetek ki erre a tüntetésre? Az LMP már 2015-ben elmondta elsőként, hogy nem tartja reálisnak azt, hogy 4 éven belül feltétel legyen a nyelvvizsga követelmény, hogy valaki a felsőoktatásba tanuljon. Azt gondoljuk, hogy az, hogy valaki nyelvvizsgát szerezzen, az külön órákra kell járni, mert olyan a nyelvoktatásnak a minősége, tehát csak a tehetősebb emberek kerülhetnek majd be később az egyetemre és a főiskolára. Mi azt gondoljuk, hogy azon felül, hogy az egyetemek magánosítását is meg kell állítani, ugye nem illeti garanciát, mert nem ad garanciát arra, hogy aki akar, az továbbra is ingyenesen tanulhasson állami támogatás mellett. Nyilván ezt az előfeltételt is el kell törölni, hogy aki tehetséges, de nincs pénze azért, hogy külön órákra járjon, ő is tanulhasson a különböző főiskolán és egyetemen. Azért tartjuk fontosnak, mert nagyon sok diákot érint ez a törvény. Sok ezer diákot lehetetlenítenie attól, hogy tovább tanuljon a felsőoktatásban. Köztük olyan hiányszakmákat, mint az egészségügyben, mondjuk az ápolók, vagy az oktatásban a tanárok. És nagyon szeretnénk, hogyha erre felkészítenék a diákokat, tehát hogy addig nem vezetnék be ezt az intézkedést, amíg a magyar közoktatás nem alkalmas arra, hogy egy középfokú nyelvvizsgát egy átlagos diák letegyen. Azt szeretnénk kérdezni, hogy már előző napokban is biztosította a diákokat, hogy itt lesz és támogatja őket. Miért tartott ezt ilyen fontosnak, és hogy vár-e esetleg valami pozitív változást a tüntetés miatt? Kezdve a második felével, nézze, szerintem ez a szabályozás így nem fog megmaradni. Egészen őrült következményei lesznek, hát nem lehet becsukni az egyetemeket az érettségizők fele előtt. Ezt azt hiszem, hogy tudja a kormány is. Hát minden ilyen egyfajta figyelemfelhívás, hogy na gyorsabban kollégák, ne várjunk el olyan sokat. Nézze, a fő bajom tényleg az, hogy nem lehet elvenni a gyerekek felének az esélyét, hogy egyetemre menjenek. Hát ez abszurd. És ugye ráadásul pontosan tudjuk, hogy az értelmiségi családok, jobbmódú családok, városi családokban tudnak segíteni a gyereknek. Ketté fog szakadni az ország. Urakra, meg szolgákra. Hát a francia akar ilyet, őszintén szólva.